Köszöntöm Önöket! A következő fél órában a Mintagazda februári számát látják. A mai műsorban elmagyarázzuk, hogy milyen adókedvezmény vehető igénybe a mezőgazdasági dolgozók után. Ezt követően a horgászatot és a halászatot érintő változásokról beszélgetünk, valamint bemutatjuk, hogy milyen munkálatok zajlanak éppen a kertészetekben. Februárban ellátogattunk egy méhészetbe, ahol szintén az éppen aktuális munkálatokról és a méhek teleléséről beszélgettünk egy női méhésszel. A műsor végén pedig megmutatjuk, hogyan készül el egy patkó egy hagyományőrző kovács bemutatón. Tartsanak velünk! Havonta akár 14.500 forintnyi szociális hozzájárulási kedvezmény is igénybe vehető a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti dolgozók után. Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után a foglalkoztató 2015. július 1-e óta szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe. Ez a szociális hozzájárulási adókedvezmény a bruttó munkabérből érvényesíthető, a bruttó munkabér 14,5%-ának a maximumáig. Ez azt jelenti egyébként, hogy a 100 000 forintot meghaladó összeg fölött már ez nem érvényesíthető, tehát maximum 14.500 forintot tudnak érvényesíteni a munkáltatók. Természetesen, hogyha valaki ezt nem vette igénybe a korábbi hónapokban, amikortól ez a kedvezmény él, akkor van lehetőség rá visszamenőleg az adóbevallások javításával igénybe venni ezt a kedvezményt. Nagyon fontos, hogy ez a kedvezmény azok után a munkavállalók után érvényesíthető, akik egyébként a mezőgazdasági munkakörben dolgoznak, és FEOR számmal meghatározott munkakörben rendelkező, vagy munkakörrel rendelkező dolgozók után érvényesíthető. Nagyon fontos utána nézni ezek után a tevékenységi körök után, hiszen csak azok a vállalkozók tudják érvényesíteni, vagy munkaadók tudják érvényesíteni ezt a kedvezményt, akik ezen FEOR szám alatt szereplő mezőgazdasági munkavállalókat foglalkoztatják, és nagyon fontos, hogy kizárólag mezőgazdasági munkakörben foglalkoztassák. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az adott hónapban a munkavállaló más munkakörben is dolgozik, nem csak mezőgazdasági munkakörben, akkor már ebből a kedvezményből kiesett, ez nem érvényesíthető részére. Ezt az adókedvezményt egyébként a 25. életévüket már betöltött, és az 55. életévüket még be nem töltött munkavállalók után lehet érvényesíteni. Nagyon fontos, hogy abban a hónapban, amikor betöltik ezeket az életéveket, akkor nem érvényesíthető még a kedvezmény, csak utána, illetve előtte. Valamint a 25 év alattiak és az 55 év felettiek foglalkoztatásában pedig megvannak a más kedvezmények, amelyeket lehet érvényesíteni, körülbelül ugyanekkora mértékben, hát ezekkel nem vonható össze. Az állami horgászjegy és a korábban külön dokumentumként kezelt fogási napló az idei évtől egy közös kiskönyv formájában érhető el. Az állami horgászjegyek érvényesség ideje megváltozott. Korábbi években, évtizedekben rendre december 31-ig kellett új horgászjegyet váltani, illetve december 31-ig voltak érvényesek a horgászjegyek, de az új rendszer szerint ezek már január 31-ig érvényesek. Mi a Sporthorgász Egyesületek Szövetsége részéről, mint a Magyarországos Horgászszövetség albizományosa, jegyforgalmazó, állami jegyforgalmazó, az állami horgászjegyeket már január közepén tudtuk biztosítani azoknak, akik ezt mindenáron ki szerették volna váltani, még a régi érvényessége mellett is. A kívánt mennyiség rendelkezésre a horgászegyesületeknek folyamatosan biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy elvigyék tőlünk, amit rajtunk keresztül megrendeltek, és a horgászoknak pedig azt tudom innen üzenni, hogy akinek lejárt a korábbi horgászegy, az nyugodtan keresse fel a horgászegyesületét és válthatja az újat, de ne ijedjenek meg, mert formátumában nem nagyon fog hasonlítani a régire. Teljesen új formában kerül kiadásra az állami horgászegy, míg korábban az állami horgászegy mellé fogási naplót is kellett váltani. Ezt a két okmányt most már egybe szerkesztve lehet megváltani. Tehát az állami horgászegy és a fogási napló az egy új formátumú, de hasonló méretű kis kiadványban található meg. Említette a fogási naplót, hogy egyben lesz a két okmány most már, viszont a korábbiakat le kell adni. Ennek mi a határideje, illetve milyen szankciókkal jár, hogyha valaki nem adja le? A fogási naplók leadási határideje szintén változott. Február 28-áig lehet ezt különösebb szankciók nélkül megtenni. Aki viszont nem adja le, annak sem kell különösebb retorziókra készülnie, hiszen pusztán arról van szó, hogy egy emelt áru 2000 forint helyett 4000 forintért váltható meg majd az állami horgászhegy, illetve az ezzel egybeszerkesztett fogási napló.
Ezzel mit jelent, hogy akkor mennyibe kerül a horgászhegy és mennyi a büntetés? 2000 forintba kerül az állami horgászhegy alapesetben, és 200 forint a fogási napló. Aki viszont február 28-áig elmulasztja ezt leadni, az 4200 forintot fog ezért fizetni. Vannak persze itt is kivételek, ugyanis vannak olyan személyek, akiknek az állami horgászhegy ingyenes. Ezek a 70 éven fölüljenek, a 15 év alatti gyerekek, a látás és hallás sérültek, fogyatékosok, illetve a mozgásszervi fogyatékosok, nekik az állami horgászhegy ingyenes. Viszont, hogyha nem adják le a fogási naplójukat, akkor sajnos ezek után nekik is 2200 forintot kell majd ezért fizetni. Milyen változások történtek, illetve mikre lehet számítani a horgászvizeket, illetve a vízgazdálkodásokat tekintve? A 2013 évi 102-es törvény az, ami most jó ideig majd meghatározza a Magyarországnak a természetes vízi horgászatát, illetve a horgászat szabályait. Az alapvető változások azok már a tavalyi évben életbe léptek, úgyhogy a horgászokat ez már most nem fogja teljesen váratlanul élni. Továbbra is szeretném felhívni a figyelmet a fogási naplóknak a szabályszerű vezetésére, többek között arra, hogy a horgászat megkezdése előtt a horgászat napját be kell x-elni a fogási naplóban található naptárban. Hát sajnos ennek hiányában akár bírságot is kiszabhatnak, aki ezt elmulasztja. Ugye szintén a fogási naplóban megtalálhatók a méret és mennyiségi korlátozások, és a darabszám korlátozások azok lényegében nem változtak. Maradt az országos horgászrendben 5 darab nemes hal, ebből 3 darab azonos fajút lehet egy alkalommal, illetve egy nap alatt kifogni, és 10 kg egyéb halat. Viszont fontos tudni itt is, hogy a helyi horgászrendekben ez a mennyiség ez változhat. Tehát érdemes tájékozódni, mielőtt az ember leül a vízpartra horgászni. Ha máshogy nem, akkor a területi engedélyen fel kell ezeket a szabályokat tüntetni, vagy pedig a területi engedély mellékleteként helyi horgászrend formájában. És hogyha valaki nem akar egy éves állami horgászengedélyt váltani, van lehetőség más módon is horgászni? Az úgynevezett turista állami horgászhegy birtokában lehet horgászati tevékenységet folytatni Magyarországon, ez egy egyszerűsített forma. Ezt a tuhir.nebih.gov.hu honlapon lehet úgymond online módon kiváltani, be kell jelentkezni, regisztrálni kell erre a honlapra, és ezt követően lehet állami turista horgászhegyet váltani. Ez 90 napig érvényes, viszont tudni kell, hogy nem biztos, hogy jobban megéri kiváltani a turista állami horgászhegyet, mert a turista horgász egy birtokában egy darab horgászkészséggel lehet csak horgászni, és nem biztos, hogy mindenhol elfogadják ezt. Ugyanis a legtöbb olyan horgászüzen, ami valamilyen egyesület kezelésében van, a tagok a munkájukkal és az úgynevezett tagdíjbefizetésekkel is hozzájárulnak a vizek fenntartásához, aki pedig turista horgászhegyet vált, az értelemszerűen nem teljesíti ilyen jellegű kötelezettségeit, és ezért lehet arra számítani, hogy lesznek olyan vizek, ahova majd turista horgászok csak emeltáron kaphatják meg azt a horgászhegyet, ami egyébként is csak egy botos horgászatra jogosít. Szintén az idei évtől elkezdő változás, hogy megszűnik a kereskedelmi célú halászat. 2016. január 1-től tilos kereskedelmi célból halászni, ami nem jelenti azt, hogy teljesen megszűnik a természetes vízi halászat, ugyanis állami halászhegy birtokában 3 darab varsával és 1 darab emelőhálóval lehet ezt a tevékenységet folytatni. Természetesen nem a korábbi szabályok szerint, hanem szigorú egyéb szabályozás mellett, ami azt jelenti, hogy a halászok is, ezek a hobbi célú halászok, horgászkvótát foghatnak, tehát 5 darab nemes halat és 10 kg egyéb halat, valamint szintén fogási naplót kell vezetni nekik, tilos viszont a halakat értékesíteni. Korábbi rendszerben, ugye a halászati engedély birtokában, ez is egy formája volt a halászathoz, horgászathoz kötődő okmányoknak, lehetett kereskedelmi célú halászati tevékenységet folytatni, ami azt jelentette, hogy azok a személyek, akik ilyen engedéllyel rendelkeztek, tetszőleges számú a hasznosító által meghatározott fajtája és számú eszközt, illetve szerszámot használhattak. Különböző jogszabályok módosulása folytán olyan halászati eszközök viszont jogszabály által egyébként is tiltásra kerültek, amelyek korábban nagyon elterjedtek és közkedveltek voltak, ilyenek például a különböző kopoltyúhálók vagy meslenchálók alkalmazása, illetve a különböző állított horgok és sorhorgok alkalmazása. Tehát ezeket törvény tiltja, ezeknek a használata most már bűncselekménynek minősül. Tehát reményeink szerint a nagyobb természetes vizeinken ilyenekkel a jövőben már
nem fogunk találni, illetve a horgászok már nem nagyon fognak találkozni. Maradt a három darab vas és az egy darab emelőháló tehát. Mi a lényeg annak, hogy ezeket betiltották? Ez egy nagyon összetett kérdés, erre nagyon nehéz egyébként egy mondatban vagy két mondatban válaszolni. Az alapvető problémát szerintem az okozza, hogy olyan külső környezeti tényezők hatására is megcsappant nagyon a természetes vízi halálomány. Tehát egyes fajok eltűnőben vannak a vizeinkben, szinte már mutatóban sem lehet belőlük fogni. Más fajok viszont invazív fajokra gondolok, pedig terjedőben vannak, kiszorítják hazai őshonos alfajainkat. Én nem állítom azt, hogy a halászat tehet arról, hogy ezek az őshonos halak száma ennyire meggyérült. Viszont ha figyelembe veszem azt, hogy Magyarországon több mint 300 horgász van, és 200-300 körül van a természetes vízi halászoknak a száma, akkor nemzetgazdasági szempontból kedvezőbb az, hogyha a horgászok fogják ki ezt a halat. Ugyanis ha azt nézzük, hogy egy átlag magyar horgász 80-100 000 forintot is elkölt akár horgászatra egy év alatt, és ezért a pénzért fog 20-25 kg halat átlagba, akkor könnyen ki tudjuk azt számolni, hogyha a horgász fogja ki a halat, akkor az körülbelül 3-4-5 000 forintjába fog kerülni, illetve ennyi pénz fog megfordulni a nemzetgazdaságban, úgyhogy a társadalmi hasznossága a horgászatnak ilyen szempontból jóval hasznosabb. És akkor még nem beszéltem a turizmusról, a horgászturizmusról, ami egyes, és ezt nyugodtan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is értelmezhetjük településeknek, szinte az egyetlen kitörési pontja lehet, hiszen a vadászat és a horgászat az a két olyan turisztikai szegmens, amiken keresztül olyan helyekre is eljut az ember, ahova egyébként nem menne el. A mezőgazdaságban a téli hónapok is munkával telnek, azonban a természet és az időjárás nagyban befolyásolja, hogy éppen mely feladatokat lehet elvégezni a kertészetekben. Jelenleg a gyümölcs termesztésben a meccési munkálatok folynak. Ez a meccés elkezdődött már a tavalyi év november vége, december környékén, ugye nagyon jó volt az időjárás, bár volt esős időszak is, mint ahogy visszaemlékszünk, de ezek a munkálatok már akkor elkezdődtek. A nyugat-európai országokhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy ezeket a munkálatokat már el lehet kezdeni. Igazából nem kell félni a fagytól, bár betartva a technológiai fegyelmet, a meccési fegyelmet, nyugodtan el lehet kezdeni. Jelenleg az időjárás úgymond kegyes hozzánk, bár az elmúlt napokban eléggé hideg volt az idő, volt, hogy -20, -22 fokot is mértünk. Ilyen időben, -5 fok alatt, vagy nagyon hideg időben nem végezik a meccést, de úgy az előrejelzések alapján úgy látszik, hogy ezt a meccés munkát lehet folytatni, illetve mind szántóföldön, mind gyümölcsben a trágyázásokat, a szeves trágyázásokat el lehet kezdeni. Ez a sor, amiben éppen állunk, egy recsi fültetvény, recsi fajta, 26-os alanyon, 4x másfeles tőtávval. A meccésnél figyelembe kell venni a tavalyi év termés átlagát, illetve a jelenlegi rügybelakódottságot. Ebben az ültetvényben szerencsére a rügybelakódással nincs probléma. Az egyik fő szempont, ami alapján metszünk, a Cán elmélet, ami azt jelenti, hogy ha a törzs vastagságának a felét, háromnegyedét eléri egy hajtás, például mondjuk egy ilyen hajtás, bár ez nem olyan vastag, akkor azt mindenféleképpen le kell vágni gondolkodás nélkül. Figyelembe kell venni azt, hogy mire vágunk, befelé, lefelé sűrűsítő elemeket, ágakat kivesszük. Itt is hiába be van rakódva, nekem ez ide nem kell, mert itt van egy másik ág, ami szépen egy vászkar lehet később, és ki tudjuk váltani esetleg ezt az ágat, magyarul egy fiatalító meccést alkalmazunk, ugyanis ennek az ültetvénynek az életkorát körülbelül 20 évre lőjük be, és addig mindenféleképpen minőségi gyümölcsöt szeretnénk előállítani. Természetesen szigorú technológiai fegyelem mellett. Tavaly évben ez a recsi fajta mind a Fuji, illetve a Golden fajtánál jó berakódottság mutatkozott, virágzás is jó volt, viszont a Goldennél problémák léptek elő a virágzáskori hideggel.
Ezt a hideget a recsi, illetve a Fuji fajta nem igazán érzékelte, tehát nagyon szép berakódottság volt, virágberakódottság, illetve nagyon szép termésberakódottság volt. Metszésnél azt is figyelembe kell venni, hogy milyen ágat hagyunk meg, milyen ágra vágjuk ki. Általában kifelé menőre szoktuk meghagyni, mint itt is látszik. Figyelembe kell venni az, hogyha egy ágat meghagyunk, hogy mi van a végén, milyen rügy van a végén, virágrügy vagy hajtásrügy. Itt látható ezek esetében, hogy virágrügyek vannak rajta. Ez azt jelenti, hogy ki fog hajolni, ha beköt a virág, ki fog hajolni, és nekünk egy megfelelő szögállású oldalágat fog biztosítani. Ez akkor jó nekünk, ha például egy ilyen hajtást nézünk, felfelé megy virágban, végződik, teljesen kihajlik. Most nem kedvező az állása, de elképzelhető, hogyha berakódik, akkor szépen ki fog hajolni, és a következő évben meghagyjuk, illetve abban az évben. Jó évet zártak a méhészek, kedvezett a tavalyi időjárás a mészhozamnak. Hogyan sikerült a tavalyi év a méhészet szempontjából, milyen hozamot értek el? A természetnek köszönhetően és az időjárásnak köszönhetően úgy gondolom a hozam mennyiségével meg voltunk elégedve. Mindenki annyit tudott termelni, amit ő maga kihozott a méheséből. Milyen helyzetek befolyásolták azt, hogy milyen a hozam? Hát elsősorban a családok állapota, erőssége az a legfontosabb a hozamnak, utána pedig a virágzat. Ehhez gondolom az időjárás nagyban hozzájárul. Igen, hál' Istennek a tavalyi évben nem fagyott le az akác, fő mézelő növénye Magyarországnak az akác. Voltak fagykárok, de nem olyan jelentősek, mint az előző években, és ennek köszönhetően elégedettek voltunk a hozammal. Viszont egy másik incidens is befolyásolta a felvásárlást, ugye ez a hamisított méz volt. Erről mit lehet tudni? Év közepetáján jutott igazából tudomásul sára a méhész társadalomnak ez a negatív befolyásoló tényező, ami megmutatkozott a felvásárlási árban, de az OMMA vezetősége kiállt a méhészekért, és úgy gondolom, hogy visszaszorították a piacainkról ezt a negatív dolgot. Így végül a korábbi évekhez képest milyen felvásárlási árat sikerült elérni? Tavaly előtt volt egy kiemelkedő felvásárlási ár. Az amiatt volt, hogy nagyon kevés akácméz termett, és nagyon jó volt a felvásárlási ár. Ehhez képest a tavalyi ár jelentősen csökkent, ez nagyon zokon esett a méhészeknek. De ha az 2-3 évvel ezelőtti felvásárlási árakra tekintünk vissza, akkor én úgy gondolom, hogy tartotta a felvásárlás azt a szintet, amit már szívesen elfogadnak a méhészek a mézükért. Itt állunk egy igazából két sor kaptár között, ilyenkor mi történik télen a méhekkel? Februárban nem nagyon dolgozik. 10 fok alatt a méhek nem mozognak, tehát kaptáron kívülre nem jönnek ki, mert ledermednek és elpusztulnak. Kaptáron belül van élet. Ha olyan hideg van, tehát fagypont alatt van a hőmérséklet, akkor a méhek egy fürtbe összehúzódva fűtik, szárnyrebegtetésükkel fűtik a kaptárt és önmagukat melegítik. Ezekből lehet látni valamit egyébként, hogyha így megnézzük közelebbről a kaptárakat, semmi élet nincsen bennük? Jelenleg nincs. Várjuk a jó időt, a hétvégére ígérték a felmelegedést, akkor már, tehát 8-10 foknál már a kaptárak előtt van mozgás, vannak az őrző méheknek nevezzük őket, ők kijönnek, megnézik, hogy milyen időjárás van kint, és bemenve szárnyrezegtetéssel el tudják, vagyis jeleznek a bent lévőknek, hogy igen, készülődhettek a kijövetelre, vagy nem, mindenki maradjon a helyén. És a méhésznek mi a dolga ilyenkor télen? Látom, hogy le vannak téliesítve a kaptárok, de ezen kívül van-e bármi, amit el kell végezni? Méhészeknek ilyenkor folyamatos a munkájuk, hiszen ilyenkor készülünk föl a következő termelési időszakra, keretkészítésekkel, amiben a
viaszt termeljük, és amiben a méhek dolgoznak, a tavalyi lépek átválogatása, kifőzése, a viaszok, az elkészített viasz tengelyeket ilyenkor adjuk le, vagy adjuk el. Akkor menjünk be a műhelybe, és nézzük meg, hogy mi történik ott ilyenkor. Ez az, ahol télen dolgoznak a méhészek a műhelyben. Mi készül itt? Fel kell mérni a méhésznek, hogy az elkövetkezendő időben mi a dolga a méhesben. Én ebben az idén, ebben az évben még fejlesztésre készülök, ezért nagyon sok keretre lesz szükségem, ami látható is. Mennyiségében 600 darab kerettel készülök, hogy elérjem azt a célt, amit kitűztem magam elé, és ha a méhek is segítenek, akkor fejlesztés lesz ebben az évben, amihez kaptára is szükségünk van. Kaptárt nem saját magam csinálom, nem női munka, ez kaptárkészítő mestertől rendeljük. Más minden munkát én készítek, én készülök elő. Kereteket ugyan nem női kézbe illő eszközökkel készítem. Ha jól tudom, nem is nagyon jellemző a női méhész. Igen, én tudomásom szerint is kevés főállású női méhész tevékenykedik. Ez egyrészt azért, mert hogy fizikai munkával jár, vagy úgy maga az ágazat nem annyira női? Én úgy gondolom, hogy eddig az ágazatban 99%-a férfi méhész volt, de én, mint nő, elmondom, hogy minden férfi méhész mögött ott áll a felesége, és igenis nagyon sok női méhész van. Én a családban én vagyok az első méhész, első generációs méhész. Érdeklődésem volt a méhészet iránt, és ahogy beleláttam az idők során, nagyon megszerettem. Ma már hivatásomnak mondom. Mi kell az, hogy valaki hivatásos méhész legyen, illetve van-e arra lehetőség, hogy valaki csak hobbiból méhészkedjen? Mind a két dologra van lehetőség. Iskolák vannak, tehát aki nem hobbi méhész akar lenni, de minden méhész számára szükségesek az ismeretek. Van, aki ezt iskolában szerzi meg, van, aki könyvekből. Nagyon sok szakirodalom áll rendelkezésre, hogy bővítsük a tudásunkat, de iskolák is, nagyon sok tanfolyam és iskola biztosítja azt, hogy ezt a szakmát elsajátítsuk. És ami még nagyon fontos, ezt a szakmát én úgy gondolom, hogy igazából nem lehet megtanulni tankönyvekből, és csak magunk. Mentor nagyon szükséges. Én büszkélkedhetek egy mentorral. Szakmatanárom volt a méhész iskolában. Ő 57. éve méhészkedik, és ő mellette mai napig tanulom még a szakmát, és mindezt áthozva az én méhesembe folytatom. Hogyha valakinek megtetszik ez a szakma, illetve a méhészkedés, akkor hogyan tud egyáltalán elindulni? Mi kell ahhoz, hogy méhei legyenek, és hol tarthatja? Tehát a kert végében lehet egy kaptára bárkinek? A szabályokat az interneten meg lehet, tehát a méhtartás szabályokat betartva, igen, tarthatunk lakóházon, lakóházak közt is tarthatunk méheket. Szabályokat megtalálja mindenki az interneten. És én úgy gondolom, én is tartok itthon méheket, főleg nyári időszakban. A szomszédaimat nem zavarja, sőt, jönnek át a gyerekekkel nézni és csodálni a méhek munkáját. Január végén egy hagyományteremtőnek szánt kovás bemutatón jártunk Bakta Lóránd házán. Amik látszanak a talpon, ami nagyjából most meg lett faragva, még nincs kész, csak nagyjából. Bevérzések vannak a sarkoknál, illetve a hegyfali részen is. Ott van a patkója a lónak, amit levettünk róla. Van benne jó nagy sarok, illetve tehát maga a patanak a sarki része magasan lett hagyva. Ezáltal ezek a rész, illetve a hegyfali részre egy griflet heggesztve, ezek a részek túl lettek terhelve. A szantokon belül van ott, meg lehet nézni, van ott egy szarutok az asztalon. Azon belül vannak csontok, tapadnak meg inak,
illetve rengeteg vér veszi körül, és a vérereknek a megpattanása okozza ezeket a bevérzéseket. Ezeket jó lenne elkerülni, eltüntetni a patáról, mert az nem egészséges. Ez a rendezvény a hagyományőrző szinten jött létre, hogy ezelőtt 40 évvel vagy 50 évvel a TSZ-ekbe patkolták a lovakat, és én ezt 8 éve, hogy beszélem ezekkel a kovács barátaimmal, hogy mikor tudnának eljönni nálunk egy ilyet bemutatni, ezt a hagyomány őrzéssel kapcsolatban, nem úgy, hogy a lovasboltba veszek egy vasat, felütöm azt a vasat, és akkor így rendben van minden, hanem ezek a lovas barátaim, vagy ezek a kovács barátaim elhoztak mindenféle eszközt, ami ehhez kell, egy darab vasat, és így itt megcsinálják helyszínen. Baktalanatház a város, és a baktalanatházi középiskola nagyon jó kapcsolatok tápol. Természetesen úgy kapcsolódik össze az a mai rendezvény, hogy a Hagyományőrző Egyesület, Lovasport Egyesület megszervezte ezt a mai rendezvényt, és ez volt a legoptimálisabb helyszín, hogy megrendezzük, hisz a középiskolában, ahol vagyunk most, van lovászképzés, és természetesen így házhoz jött a szakma, a kovácsmesterség, hogy mutassa be a patkolásnak a rejtelmeit, annak a titkait. A képzésben hány fő vesz részt itt a középiskolában? A képzésben egy osztály vesz részt 20 fővel, és az teljes mértékű képzést kapnak a különböző testtájaktól, különböző tartási, takarmányozási dolgokon át mindenben el tudnak mélyülni ezek a diákok. A lovas sporthoz nagyon nagy kötődése van Baktalóránt házának, hisz mindenki előtt közismert, hogy már 2016-ban a 9. fogadhajtó versenyt fogjuk majd megrendezni az őszi városnapon. Annyival hagy büszkélkedjek, hogy 2015-ben, szeptember végén a megyei fogadhajtó döntőt is itt rendezte meg a megyei lovasportszövetség, és ennek természetesen mindig nagyon sok érdeklődője, kíváncsija van. Nagyon sok néző, 1500 néző szokott minden alkalommal részt venni ezen. Ez a hagyományőrző rendezvény egy hagyományteremtő is egyben, vagy ezt csak egyszerű alkalomnak szánták? Nem egyszerű alkalomnak szántuk, szeretnénk minden évben megrendezni, és a lótenyésztéssel, a lovászattal kapcsolatos különböző ősi mesterségeket minél több esetben bemutatni, hogy kicsit őrizzük meg a hagyományokat, építsünk a múltra. Az elmúlt fél órában a Mintagazda februári műsorszámát látták. Kérdéseikkel, észrevételeikkel keressenek minket a weboldalunkon, illetve a közösségi oldalainkon. Köszönöm a figyelmüket, legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk Szabolcs-Szatmár-Bereng megye mezőgazdasági műsorával. Addig is viszontlátásra!